Csíkszeredában tartottak megbeszélést székelyföldi méhéscsoportosulások képviselői. A találkozón Kovászna, Hargita és Maros megyéből voltak jelen méhészek. A megbeszélés tárgyát a termelők lehetséges együttműködése, illetve egy székelyföldi mézmárka létrehozása képezte. Betájolják azt a tájséget, azt a pontot, ahol megálltál. A méhészetről magyaráz Balog István, aki 30 éve foglalkozik méhekkel. 2006 óta pedig vándorméhészetéből él. Vásárokra jár, havonta két hétvégén értékesíti a termékeit. Az elmúlt 15 év alatt kialakult egy biztos vevőköre, emiatt tud talpon maradni. Emellett szereti is munkáját, bár a fizikai terhelést egyre kevésbé bírja. Balog István egyike annak az 1000 méhésznek, akik Székelyföldön dolgoznak, és nagyjából mindenki hasonló nehézségekkel küszködik. Az értékesítés csak egyénileg éri meg megoldani, mert a kereskedők olyan alacsony áron vásárolnák fel a termékeket, ami nem fedezné a költségeket. Ráadásul a méhészet periférikus mezőgazdasági tevékenységnek számít, állami támogatása nem megoldott, és az alacsony árakat alkalmazó nagyáruházak is komoly konkurenciát jelentenek. Az a baj, hogy ezen a területen is ott van a verseny, látjuk azt, hogy hát Kínából meg mindenhonnan hoznak be olyan mézszerű dolgokat, amelyeket felrakva a nagy üzletek polcaira, ha mi nem különböztetjük meg a székelyföldi méz magas értékét, akkor az árversenyben el fogunk esni. A Székely Gazdaszervezetek Egyesületének kezdeményezésére Csíkszeredában találkoztak az elmúlt hétvégén három székelyföldi megye méhész szervezeteinek képviselői, hogy kitalálják, hogyan tudnának összefogással könnyíteni helyzetükön. Felmerült a közös online értékesítés ötlete, de magyarországi mintára más lehetőséget is kihasználhatnak a hatékonyabb működés érdekében. Egy közös márka kialakítása is feldobódott ezen a megbeszélésen. Ez is egy jó ötlet lenne szerintem, mert a székelyföldi méhészek nagyon jó minőségű mézet termelnek, úgyhogy az a név biztosan egy jó hátteret adna a méhészeti termékeknek. A közös brand létrehozását egyöntetűen támogatták a méhész szervezetek vezetői, és bár konkrétumokra még nem jutottak az első megbeszélésen, de a székelyföldi méhészek a jövőben többször is találkoznak majd, hogy véglegesíthessék a felvetődött lehetőségekre vonatkozó terveket.